Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy vannak olyan alap törvények, amelyek mindenki számára világosak. És az egyház nagyon sokszor késve nyúl olyan témákhoz hozzá, amit a társadalomban már hamarabb nem egyházi szervezetek megpróbálnak így ugyanúgy befolyásolni. Valóban ebben az évben a gyerekhetek, a biblia, tehát a vakációs bibliahetek egyik témája az az, hogy kik vagyunk. Tehát az Isten férfivá és nővé teremtette az embert, és mi azt látjuk a mai világban, hogy ezt a tényt, ezt megpróbálják elmosni, valahogyan kitörölni az emberek agyából. És a Kárpátai Református Egyház van abban a helyzetben, abban a hittudatban, hogy beszéljen erről, és úgy beszéljen a gyerekeknek, a fiataloknak, a személyiségükről, a nemiségükről, ahogyan azt a Szentírás tanítja. Miért? Tegnap előtti hír, hogy Németországban egy alapítvány, amely több óvodát üzemeltet, óvodáskorú gyerekeknek szexszobát különítettek el. Miért? Azért, mert nem normálisak, és mi szeretnénk normálisak maradni. És szeretnénk védeni a közösségünket azoktól a tévtanításoktól, téveszméktől, amelyek az ember öntudatát, az ember mi voltát, Isten képűségét megpróbálja tönkretenni. Azt mondta Jézus a hegyi beszédben, a boldog mondások után, hogy ti vagytok a föld sója. A sónak az egyik hatását szeretném kiemelni. A só az védelmez, tehát megvéd a romlástól. Jézus azt mondta, ti vagytok a föld sója. Kinek mondta? Tanítványainak mondta. Kinek mondta, akik hallgatták őt? Ti vagytok a föld sója. A sónak nagyon sok jó hatása van, de az egyik az, hogy megvéd a romlástól. Az egyháznak ki kell állni, a tanítványnak ki kell is megmondani azt, hogy ezek is azok a dolgok nem jók. Tehát amikor megpróbálják a fiatalokat, a gyerekeinket olyan útra terelni, ami személyiségromboló, ami a családi életnek az ellensége, akkor az egyháznak el kell mondani, hogy a Bibliában más van. Én ezt a küldetést látom fontosnak, és a Kárpátai Református gyülekezetek ezt a küldetést szeretnék betölteni a Biblia hét tananyagával, és beszélni arról, hogy ha Isten úgy adta, hogy valaki fiúnak született, úgy adta, hogy valaki lány született, akkor az maradjon fiú és maradjon lány, és a mai világban, hogyha a nőies férfiak a divatosak, és a férfias nők a divatosak, nem muszáj ennek a divatnak behódolni, nem kell mindig a világ lelkisége, szellemisége után futni, van egy örökérvényű, a világ végezetéig kiálló, kitartó, maradandó rend, és annak a rendnek van életben tartó ereje. Mi ezt szeretnénk megőrizni, hogy éljenek a Kárpátalján élő magyarok, éljenek az itt élő keresztény emberek, és ne hódoljanak be semmilyen pusztító ideológiáknak.